Elhunyt a Balatonhoz és így Balatonfüredhez is sokszállal kötődő szobrászművész Kőpál. A 79 évesen eltávozott Kossuth díjas, Munkácsi és Prima Primissima díjjal kitüntetett szobrászművész egyik alkotása Füreden, a Tagore sétány melletti parkban áll. A 2003-ban leleplezett Antall József emlékmű Kőpál egyik legjelentősebb köztéri alkotása. Kőpál Perespusztán született 1941-ben, édesanyja után Pataki Lajosnak anyakönyvezték, a Kőpál nevet 1961-ben vette fel. A Magyar Képzőművészeti Főiskolát 1968-ban végezte el, mestere Somogyi József volt. 1955-ben a Jászszent Andrási Katolikus templomba stációképeket készített, 1963 óta volt kiállító művész. 1978 óta tanított a Képzőművészeti Főiskolán, majd egyetemen. Magyarország mellett műveit bemutatták Amsterdamban és Dortmundban is, 2001-ben pedig Párizsban életmű kiállítása nyílt. 8 évvel ezelőtt életmű kiállítását Balatonfüreden tartotta, amelyen tanítványainak munkáit is bemutatta. Rendszeres résztvevője volt a Hanvas napoknak, állandó meghívottként részt vett az Anna bálokon, ahol 2004-ben Kis Ernő díjjal ismerték el a nemzet és azon belül Balatonfüred kulturális életében végzett tevékenységét. Legismertebb munkái közé tartozik a Gellért-hegy Szent István király szobra, de részt vett a Vatikánban felállított Magyarok nagyasszonya kápolna kődombor műveinek megalkotásában, továbbá ő készítette a Mohácsi történelmi emlékhely rendezési koncepcióját, sírjeleit. Kőpál 79. születésnapját még megünnepelhette, 5 nappal később érte a halál.